változtasd meg a hozzáállásod, és más lesz a világ. Senki sem szereti a változást, és ez egy nagyon rossz hozzáállás, hiszen egy zseniális, hihetetlenül jó eseményről van szó, és amúgy is az egyetlen dolog az életünkben, ami állandó, az maga a változás. Ezért egy értékes ajándék, hogyha gyorsan és helyesen tudunk reagálni a hirtelen és kiszámíthatatlan történésekre. Ennek a vlognak a mottója, ha ma lenne az utolsó napom, akkor is azt szeretném csinálni, amit csinálok. Az idézet Steve Jobshoz köthető, és úgy folytatja, hogy ha a válasz nem egymás utáni több és több napon, akkor tudom, hogy valamit máshogy kell tennem. Sziasztok! Én Szántó Péter vagyok, és a csatornám életében először napi vlogolok, ugyanis pár héten belül megjelenik egy pakancslistás álmom, konkrétan a HVG kiadásban egy könyvem, amiben én márkáról, hatékonyságnövelésről és lifehackekről lesz szó, és úgy gondoltam, hogy minden nap bemutatok egy-egy fejezetét. Ez még nem minden, ugyanis csináltam ehhez kapcsolódó online képzést, és mind a könyv előrendelhető, a képzésnek a linkje is ott van a leírásban, úgyhogy ha érdekel, akkor egyrészt nézd meg a vlogot, a like gomb alatt a leírásban mindent megtalálsz, most jöjjön az intro, és kezdjük el a mai vlogot. Gyakran hagy keserű szájízt, viszont ennek egyáltalán nem kell, hogy meghatározza sem a jelenünket, sem a jövőnket, hanem dönthetünk úgy, hogy ahelyett, hogy a múlton keseregnénk és rágódnánk azokon a dolgokon, kezünkbe vesszük az irányítást, és másként cselekszünk, másként döntünk, hiszen semmi sincs kőbe vésve. Néha nehezünkre esik örülni az apró dolgoknak, a kis örömöknek, és helyette elkezdünk panaszkodni és a negatív dolgokat látni. Pedig ez ragályos betegség. Vegyünk erőt magunkon, és adjunk hálát a dolgoknak, számoljuk össze, hogy az életünkben milyen király dolgok vannak, mik működnek, és akár napi szinten gyakorolhatjuk a hálaadást. Csak ilyen tudatállapotban tudjuk magunkat motiváltnak tartani, inspiráltnak, és egy olyan helyzetbe hozni saját magunkat, amivel egyszerűen jobban fogunk tudni teljesíteni. Szóval tényleg gondolj bele, hogyha már van hol aludnod, van mit enned, felkeltél, egészséges vagy, akkor elég sok dologért hálás lehetsz. Sztorizzunk! Az első egy buddháról szóló történet, és mindezt úgy mondom, hogy nem vagyok buddhista, de ez a sztori nagyon megfogott. Mara buddhának az egyik legnagyobb ellensége volt, és el akarta pusztítani. A legjobb hadseregét, a legnagyobb hadseregét küldte ellene, és nyilakkal, kövekkel, mindennel elkezdte bombázni, és ahogy Buddha felé közeledtek ezek a nyilak és kövek, virággá változtak. Ahogy mondtam, nem vagyok buddhista, de betalált ez a sztori. Ugyanis az egész arról szól, hogy nagyon sokszor mi nem tudunk a külső körülményekre hatással lenni, és egyszerűen csak annyit tehetünk, hogy azokat elfogadjuk, viszont azt, hogy hogy reagálunk ezekre, arra teljesen csak nekünk van ráhatásunk, és pontosan ez a lényeg, hogy ha a mi hozzáállásunkat megváltoztatjuk, hogy ha mi hozunk változást a világba, akkor elkezdhetjük látni a változást magában a világ körül. Lehet, hogy az íjak és a kövek a külső körülményeknek a szimbólumai, valamint hogy mi hogy állunk hozzá. Lehet, hogy Buddhának az a szikla-szilárd hite, hogy tudja, hogy a boldogság az csak is az ő belső lelki állapotán múlik, ez változtatta át a köveket virágokká. Hiszen legtöbbször ugye nem tudunk változtatni a külső körülményünkön, viszont a saját attitűdünkön, a körülményekhez való hozzáállásunkon pedig igen. Néha szét kell zúznod. Már nem emlékszem, hogy hol hallottam ezt a félmondatot, de nagyon megfogott, ugyanis néha tényleg az a legjobb, hogyha
nem látjuk, hogy hova, hogy tudunk előre jutni, hogy egyszerűen szétzúzunk mindent. És volt is egy ilyen szituáció az életemben a 20-as éveim vége felé, amikor látszólag minden rendben volt, nagyon jól ment az ügynökségem, magánéletem is rendben volt, az álomirodám ott volt a belváros közepén, egy sarokiroda, kirátással, minden, amiről álmodtam, így papíron kipipálható volt, és mégis belül valami kiégésem volt, és nem éreztem jól magam a bőrömben. Tehát belül mégis ilyen demotivált voltam, és mindig egy ilyen szomorúságérzés kerített hatalmába. És akkoriban találkoztam, ez ilyen karácsony előtt körüli időszak volt, és találkoztam valamivel, amit asszertív írásnak hívnak. Lényegében arról van szó, hogy 2 órán keresztül írnod kell. Ez az egy szabály. Zárj ki minden külső dolgot, telefon kikapcs, és csak az írásra fókuszálsz. Közben bocsi, mert itt a fény az elég durván jön fentről, látom, hogy ilyen sötét a szemem, de azért ezt elmesélem. És hogyha nem is jut eszedbe az, hogy miről írjál, hogy írjál, akkor is egyedül egy szabályt kell betartanod, hogy nem hagyod abba az írást, akkor akár csak kézzel, vagy pedig notebookon írod, azt az egy szabályt vezeted be, hogy akkor is írok. Hát nem tudom, hogy mit írjak, kifogytam gondolatokból, miért fogytam ki gondolatokból, eszembe jutott valami. És ennek mentén folyamatosan mindig lesz valami, amit írsz. És olyan másfél óra után, legalábbis nekem azóta jó párszor megcsináltam, másfél óra után jön egy ilyen áttörés, és nagyon durva felfedezéseket tudsz saját magadba tenni. Rájössz, hogy azokat, amiket már ilyen rutinszerűnek vette az életedbe, azok lehet, hogy úgy mégsem működnek, és most van az ideje annak, hogy ezt az egészet átgondold. Lehet itt jobb lesz a fény remélhetőleg. Visszatérve, amikor először megcsináltam ezt a feladatot, ennek köszönhetően realizáltam azt, hogy mi az, ami igazán fontos az életemben, hogy miken kell változtatnom, és át tudtam gondolni, hogy ennek megfelelően hogy hozzak döntéseket. Ennek köszönhetően 3 hónap alatt bezártam a belvárosi irodámat az ügynökséggel, Németországba költöztem, és bele tudtam kezdeni 100%-os erővel abba az álomprojektembe, aminek köszönhetően egész Európán keresztül utazhattam, és nagyon jó ügyfelekkel, partnerekkel dolgozhattam utána, ennek köszönhetően a világon, kb. A félvilágot tényleg be is tudtam járni, elkezdtem újra rendszeresen edzeni, az egészségem, a közérzetem jobb lett, a magánéletem is egyre jobb irányokat kezdett el venni, és mindezt annak köszönhetem, hogy leültem, 2 órán keresztül így kitisztítottam mindent a fejemből, átgondoltam dolgokat, majd ennek megfelelően kezdtem el haladni a döntéseimmel. Tehát változtass azon, amin lehet, lehetőséged van és kedved is van, amin pedig nem tudsz változtatni, ott pedig a hozzáállásodat változtass meg. Mit tesz egy varázsló? Könyvben olvastam ezt az idézetet, hogy az átlagemberek térdepelnek a körülményeik előtt, az igazán különleges emberek előtt, a varázslók előtt pedig a körülményeik térdepelnek. Mindannyiunknak a saját életünk varázslóivá kell válnunk. Olyanná, akik tudják, hogy az önbizalmuk a saját magukba vetett rendíthetetlen hiten alapszik, hogy tudja, hogy az ő kezébe van a sorsa, csak is rajta múlik, ő irányítja az ecsetet még akkor is, hogyha egy óriási vászonról van szó. A varázsló különleges. Nem a múltja, nem a külső körülmények, nem a visszacsatolások határozzák meg azt, hogy ő hogy látja magát, és hogy hogy áll a dolgokhoz. Az önbizalma csak is azon a hiten alapszik, hogy tudja, hogy történjen bármi, ő egyből cselekedni fog, és a helyes útra megy. De hogyha még tévedne is, akkor is tudja, hogy egyből levonja a következtetéseket, és elindul egy másik irányba. Ez az önmagunkba vetett legerősebb hit. És amúgy is, az önazonosság szexi. Amúgy meg, és ez előre egy life hack, kalkuláld be az életedbe, hogy úgyis lesz egy 10-20-25%-os hibarátád, amikor valami nem úgy fog történni, ahogy tervezted, és már is, hogyha csak ezt belekalkulálod az életedbe, akkor tudni fogod azt, hogy amikor valami olyan történik, ami neked nem jó, vagy nem így tervezted, akkor ez belefér abba a 10-20%-os hibarátába, úgyhogy
semmi gond nincsen. Van egy ábra amúgy, hogy aggódjunk-e, vagy hogy hozzunk döntést, visszamegyek az irodába, és ott lerajzolom. Siri meg itt már nagyon rakoncátlankodik. A dolog nagyon egyszerű. Vannak problémáid? Nyilván lehet, hogy nincs. Nincs problémád, vagy azt is mondhatod, hogy igen, van. Ha igen, akkor a kérdés az az, hogy tehetsz érte valamit? Nyilván jöhet az, hogy igen, tehetsz, vagy nem. Bármelyik esetben, ugye három lehetőség van, mindig ugyanoda jutunk, ne aggódj. A lényeg, hogy ne aggódj, tényleg. Sosem kell aggódnod. Na úgy néz ki, hogy a vlog végén lévő lifehack-es részre ez a setup érvényesül, még így a irodából, lakásból csinálom meg, de mindegy is, kezdjünk bele. Első hack, ha változtatni szeretnél valamin, akkor belülről kifele kell haladnod. Logikus, hiszen a körülötted lévő világot úgy tudod változtatni, hogyha belsőleg is változtatsz. Tudod, be the change you want to see in the world, tehát hogy legyél a változás, amit látni szeretnél a világban. Numero due. Gondolj vissza egy eseményre, amikor kiléptél a komfortzónádból. Őszintén remélem, hogy volt ilyen, sőt, nagyon sok ilyen volt az életedben, hiszen ezektől leszünk többek, és az egész egy ilyen okokozati kapcsolatban áll. Ugyanis, hogyha mersz, akkor több leszel, hiszen tapasztalsz, és pontosan ettől fejlődünk. Szóval csinálj ilyenekből minél többet. Próbáld meg lassabban csinálni a napi, teljesen rutin tevékenységeidet. Itt tényleg a legalapabbakra lehet gondolni, hogy fogmosás, reggeli, rágás, öltözködés. Lassítsd le a mozdulataidat, a gondolataidat, és légy jelen. Már ennek szinte egy olyan pozitív, már meditatív hatása lesz, hogy sokkal inkább benne tudsz lenni a jelenben, és érzékelni mind a körülötted lévő világot, meg saját magad is. És egy plusz hozadéka az, hogy ettől a tudatosságtól is már jobb kedved lesz. Én is ahogy ezt mesélem és belegondolok, amikor szoktam ilyet csinálni, ezért mosolygok, mert tényleg baromi jó. Végezetül pedig jöjjön néhány kérdés, amit akkor érdemes magadnak feltenned, hogyha szeretnél pozitív változásokat hozni az életedben. Mi a legrosszabb, ami történhet? Ugye erről beszéltünk és adtam azt a három lépéses pontot, a könyvben nagyon jól részletesen le is van írva. Maga az egész gondolat, hiszen ugye ez a pozitív gondolkozás, vonzás törvénye mind arról szól, hogy fókuszáljunk a jóra és azt vonzuk be. De a negatív vizualizáció is ugyanolyan, hanem erősebb lehet, ez konkrétan a sztoicistáktól származik, és ugye a sztoicisták mondják azt, hogy a külső körülményeket nem lehet változtatni, a belsőkön. A lényeg, segít felkészülni, plusz rájövünk, hogy nem is olyan rossz a helyzet, nem is annyira negatívan állnak a dolgok, mint ahogy először feltételeztük azt. Második kérdés, hogy hogyan érdemes megjutalmazni magadat. Lehet például, hogy a nap végén jól esik meginni egy pohár bort vagy sört, de ha ez beépül a mindennapjainkba, akkor nem egy ilyen napvégi jutalomként hat, hanem szinte már természetesnek veszük, hogy igen, itt van a napvége, benyúlok a ütőbe, iszok valamit. Nézzük meg azt, hogy mi a rutinszerű, és mi az, ami tényleg egy ilyen boldogságot okozó dolog, és tényleg jutalomnak éljük meg. Érdekes, hogy egy olyan könyvben, ahol a jó szokások kialakításáról van szó, pont azt javaslom, hogy ne rutinszerű dolgokat csinálj, de pont az a lényeg itt, hogy törd meg a rutinjaidat, és nézz olyan dolgok felé, amik tényleg jutalomérzettel párosulhatnak számodra, és ez lehet a legapróbb dolog is, amit el tudsz képzelni. Nálam például ilyen szokott lenni, hogy barátokkal találkozni a nap vége fele, de ezt csak akkor teszem meg, hogyha megcsinálom az adott napi legfontosabb feladatomat, vagy aznap elmentem edzeni. Nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek, hogyha végignézted a vlogot, köszönöm szépen. Ha most találkoztunk először, akkor nyomja a feliratkozás gombra és a csengőre is, valamint a like gombra, mert alatta a leírásban található mind már az előrendelhető könyvemnek a linkje, valamint az elkészült online képzéseimnek is, amit megnézhetsz, egyből be is iratkozhatsz, de van egy ingyenes verziója is, valamint gyere át Instagramra, ugyanis most minden nap valamilyen érdekes gondolattal jövök a könyvemből egy idézettel.
és küldd el kérlek ezt a vlogot egy olyan embernek, vagy akár több embernek, akinek úgy gondolod, hogy a benne lévő tartalom segíthet, vagy valamire inspirálhatja. Egy szó mint száz, köszönöm, hogy itt voltál, hogy megnézted, remélem holnap is találkozunk, én nagyon élvezem ezt a napi vlogolást. Szia, sziasztok! Oh, one more thing, és holnap arról fogunk pont beszélni, hogy miként szabadulhatsz meg a rossz sémáktól. Hello!